itt vagyunk a 78. Ez a 78. Avignoni Fesztivál. Azt hiszem, ez nem kis pálya. Itt ez a Szent Könyv. Ez a Szent Könyv. Röpke olyan 500 oldal, nagyon durva. Amúgy van már nekik applikációjuk és minden, de valamiért én még mindig ebben tudok a legjobban tájékozódni. Egy-két ilyen finom adat, azt hiszem, 133 helyszín. Vagy 138 körüli helyszín. És ebben mit is mondtál, hogy mennyi is üzemel évközben, illetve mennyi az, amennyit, hát, nagyon, ami most a fesztivál ideje. Igen, tehát 138 helyszínből szerintem 60 körülbelül üzemel egész évben. És ez a kis területet, úgymond, ha körbe akarjuk sétálni, az nagyjából egy másfél óra alatt körbe sétáljuk. Tehát így a metszetén át tudunk menni egy ilyen 20 perc alatt. Szóval ez egy ilyen elképesztő adatok, és amúgy ez egy kb. Egy hónapos fesztivál, és 1666 darabot játszanak konkrétan itt Avignonnak a belvárosában. Az olyan, mint a budai vár egy körbe, csak mondjuk ennél egy jóval nagyobb területet lehet elképzelni. És ugye főleg mi az off részére érkeztünk, ez két részből áll, van az in és az off. Ugye az in az egy ilyen, hát mondhatni, ilyen magasabb kvalitású előadásokat tartalmaz, nagyobb helyszíneken is, tehát mint egy opera, de az operából is számos opera létezik itt magában a városban. És az off része pedig a Sufni színháztól, tehát a garázsban kialakított 20 fős színháztól, mondjuk ahol most voltunk, egy sportcsarnokban kialakított 150 főig, az 50 főstől. Tehát ugye nagyon-nagyon sokrétű, sok helyszínt lehet eltalálni. Szóval ugye ez már a, nem is tudom, azt hiszem, a negyedik alkalom, hogy el tudtam ide jönni. Igazából mindenkinek promózzuk, mindenkinek ajánljuk. Ha egyszer megteheti, akkor látogasson el ide, mert szerintem egy nagyon extra kulturális élmény. Eleve az, hogy külföldön van, más típusú behatások érik itt az előadókat. Persze minket csak a tánc érdekel. Igazából ez egy színházi fesztivál. Tehát a színházi fesztivál ebből az 1666 darabból körülbelül 1500 színház. De mindenféle, a drámától, a musicalen keresztül, operáig, a stand-upon keresztül, tehát hogy nagyon-nagyon sokrétű, és akkor ennek már egyre nagyobb részét veszi ki a tánc. Tánc színház, kortárs tánc, különböző etnikumoknak a táncai, felépített előadások, és ebből szeretünk szemezgetni, és most már az elmúlt évtizedben talán, ezt most nem tudnám megmondani pontosan, de más kontinens részről is érkeznek darabok. Főleg most itt Ázsiát tudom kiemelni, ugye most idén is Tájvánból sok csoport érkezett, de akár Dél-Koreától elkezdve Kínán keresztül, tehát más ázsiai országokból is érkeznek ide előadók és darabok, vagy Amerikából is voltak már, de ugye a Nyugat-Európából pedig elég számosan. Meg hát Dusánék vagyunk már tavaly, igen, is, tavaly előtt is meg vagyunk, meg is nyerték. Igen, tehát ugye volt az ifjú szívekkel is számos alkalommal találkozhattunk itt már. Hégli Dusánnal is sokat beszélgettem magáról, erről a fesztiválról, erről nagyon sok mindent mondott el. Ugye ők itt egy hónapot töltenek el, tehát nagyon sok előadás idejön, és egy hónapon keresztül, nagyjából heti egy színnappal minden nap játsz a darabot. Minden nap, nagyon-nagyon fáradt. Valamikor este 10-kor játsszák el minden nap, van, hogy reggel 10-kor játsszák el minden nap, szóval ezek ilyen nagyon érdekes tapasztalások lehetnek egy táncművész szempontjából, hogy ezt mondjuk egy hónapon keresztül 22-szer eljátszol egy ugyanolyan darabot. Ugyanazzal az intenzitással. Nagyon-nagyon érdemes, nagyon-nagyon szuper dolgokat. Tegnap érkeztem, hát sokfajta képpel lehet ide eljönni. Most, amikor számoltam, a legeslegolcsóbb repülővel jönni, ez magasan, ha egyedül jön az ember, ha párba jön az ember, de még ha négyen jöttök is, és összedobtok egy kocsira, ha időben vesztek egy repülőjegyet, még akkor is olcsóbban lehet kijönni. Tehát megérkeztem, és Marseille úgy a legegyszerűbb jönni, hogy Budapest-Marseille, és onnan nagyon-nagyon egyszerűen egy kis buszozás által felszállsz egy vonatra, ami behoz teljesen ide Avignonnak a vasútállomására, és onnan 10 perc séta, és már itt vagy a fesztivál közepén. Hogy érdemes szállást foglalni ide?
hát a szállás nagyon necces. A szállás foglalással kapcsolatban azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy ha eldönti, hogy jön, akkor nagyon hamar kezdjen el szállást keresni. Hát ugye van a klasszikus Booking, meg ugye az Airbnb. És ezeket váltogatva érdemes folyamatosan megnézni, hogy hol lehet esetleg egy olcsót kifogni. Úgy járul az ember, ha nem egyedül jön, és összefog barátaikkal vagy ketten, mert akkor már jóval jobb áron lehet szálláshoz jutni, de az biztos, hogy drága. Szóval úgy érdemes, hogy itt vagy bent a városközpontban, lehet úgy is, hogy kint vagy, de akkor nagyon nagy az ingázás. Egyértelmű, hogy a városközponton kívül jóval olcsóbban lehet szálláshoz jutni. Hát ez éppen hogy adódik. Tehát szóval szerintem az ember rászánja az időt, akkor biztos, hogy ki tud fogni egy olyan megfelelő lehetőséget, ami mindenki számára megéri. Tehát ez már pénztárca függő, persze. És akkor tegnap, tehát ahogy megérkeztem, már kezdődött is a kutatás, tehát amíg ezt végigböngészed, ezt a 400 oldalt, pak, szuper, nagyon jó, itt minden oldalon a egy színháznak, ugye végig van az eseménye, hogy 10-kor ezt játszal, 12 így megy végig, és akkor leírások, rendező, koreográfus, kicsi kép, hollapcímek, tehát egy nagyon-nagyon jól érthető a dolog. Végén össze van foglalva időrendben is, akkor nagyon sokfajta képen, szóval én ezt szeretem így bujkálni, egy kicsit így lapozgatni folyamatosan, és akkor így kiválasztom a táncos darabokat, vagy ami ez a táncos dolgok kötődnek, és akkor megpróbálok összerakni egy órarendet. Körülbelül úgy érzem magam, mint egy pedagógus augusztus utolsó két hetében, amikor leülsz és megpróbálod összetenni a következő éves órarendet. Az egyetemisták a szeptember első hetében. Ja, összerakod a... Hogy nem ütköznek össze, és mindent megnézni, és jaj, sátőd. Szóval ez egy ilyen izgalmas, de bár én nagyon-nagyon szeretem ezt a típusú böngészkedést. És akkor tegnap már három darabot meg is néztem. Van az Ivernál nevű színház, aki konkrétan erre a fesztiválra csinál egy ilyen 10 napos kizárólag táncprodukciókat meghívott kis mini fesztivál. Tehát a fesztiválon belül egy mini fesztivál a színházban. Itt vannak, természetesen a francia előadók dominálnak, de általában a Belgiumból, Hollandiából, vagy akár Németországból is érkeznek ide társulatok, és akkor tegnap itt néztem meg kettő darabot, mert itt azért mindig, azt tudom, hogy itt minőségi dolgokat lehet látni mindenképpen. Az egyiknek az volt a címe, hogy 2048. Most azt kell tudni, hogy igazából minden darab francia tematikára épült, tehát nekem is a legtöbb. Tehát, ha beszélnek benne, franciául beszélnek benne. Tényleg, tehát hogyha elolvasod, most, hogy már mondjuk rákattintasz is, hogy látsz valamit angolul a honlapokon, az már rekord. Szóval amúgy nem, tehát abszolút francia, tehát ez a Google fordító nagybarát. Nacionalisták. Igen, de én abszolút szeretem ezt, tehát a gimnáziumi francia tudásomat próbálom alkalmazni számtanszor, de azt vélem, meg azt gondolom, hogy minden darab teljesen függetlenül, és aztán ma be is bizonyosodott, majd még fogunk erről beszélni, hogy teljesen mindegy, hogy milyen nyelven van. Tehát akár lehetne kínaiul, japánul, arabul, egyszerűen magáért beszél az előadó, jó előadókkal dolgozik a koreográfus rendező, akkor az egész működőképes. És ha a rendezés is azt megengedi, akkor igazából nem feltétlenül kell, hogy értsed a szöveget. Persze jó, ha van egy-két mankó, tehát azért tényleg az a típusú gimnáziumi francia nyelvtudásból lehet szemezgetni egy-két szó, egy-két, ami vezeti a gondolatot, de az ember kinyitja a szemét és elkezd ráfókuszálni a darabra, akkor én nem érzem ennek szükséget. Valószínűleg egy drámai színházban azért ez nagy hátrány lenne, de itt szerintem nem, és itt is azért nagyon sok darab az volt a jellemző már akár a tavalyi esztendőben is, hogy sokszor jelenik meg a táncosoknál valamilyen szempontból a beszéd, vagy kibeszélnek kicsit a nézőknek, vagy egymás között van egy ilyen diskurzus, így indul, úgy indul. De én még nem éreztem hátrányát annak, hogy nincs perfekt francia nyelvtudásom. Szóval 2048 volt a nyitó darab, amiben abból a szempontból egyáltalán nem csalódtam, egy ilyen nagyon minőségi táncos darab, 6 ember, 2 lány, 4 fiú,
És ami nekem abban a darabban a legerősebb volt, és megpróbálom mindegyiknek ami nekem megfogott, pláne így ilyen előadások után, ez az élőzene, még pedig úgy volt élőzene, hogy egy élő DJ. Egy hölgy volt a DJ, és nagyon-nagyon együtt élt a tánckarral. Szóval nekem ez egy ilyen teljesen új típusú élmény, hogy lehet egy DJ is abszolút koherens része egy darabnak, tehát nem csak az, hogy beteszed a lemezt, idézőjebb lemezt, vagy a tracket, és elindítod a play-t, hanem ő látszott rajta, hogy teljes mértékben a táncosokkal kohézióban, néha be is vonták a darabba, szóval nekem ez volt a legszimpatikusabb ebben a darabban. Itt is főleg a hip-hop, a break és a kortárs tánc, modern tánc mozdulatok ötvözetéből állt. Ez szerintem szinte a francia darabok többségét jelenti, legalábbis ez itt a tapasztalás. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és jó nyitó darab volt. Azt hittem, hogy egy kicsit ilyen 2048, egy ilyen nagy visszaszámlálás volt, elindul le, föl. Azt hittem, hogy egy kicsit ilyen visszaregresszálunk az őskorba, és aztán visszajövünk valami ilyesmi, de végül én nem ezt tapasztaltam. Úgyhogy igazából lehet, hogy nem is olvasom el bevallom őszintén, csak a címet. Tehát nem olvasom el a leírás sem, semmit, tehát amit maga a darab ad, nekem a címmel együtt, táncossal, zenésszel, én azt próbálom feldolgozni. Tehát nekem ez egy fontos dolog, otthon is valamilyen szempontból így működünk. Szóval itt nekem ez volt az első nyitó darab, utána a második, az egy még komolyabb történet volt, az volt a címe, hogy Rupture. Igazából négy csaj táncolta el, abszolút a nőiségről szólt, a nőnek a társadalmi helyzete a mai világban, a régi világban, nők egymás között, nők a férfiak között, tehát egy ilyen, abszolút egy ilyen, mondhatni, ilyen feminista burokban készülhetett a darab, de én nem éreztem ezt az agresszív, kifelé nyomó feminizmus ilyen politikai töltetét ennek az egésznek, hanem egyszerűen egy felmutatás volt nagyon sok mindenben, ami a színpadképet elképesztően meghatározta, hogy minden lányon, mint egy ilyen súlyemelő öv, és mögötte volt egy ilyen preparáció, mintha állati lábak lettek volna, meg egy far, úgy néztek ki, mint egy ilyen agár, ilyen, tehát így, úgy, ahogy így mozogta, rá volt kötve a lábára, és ahogy így mozgott, így mindenféle lehetett, és akkor ebből egy csomóféle asszociációs rész alakult ki a végén. Vicces is, groteszk is, nagyon komoly dolgokról is beszéltek. Itt is talán kiemelném a legjobb nem tetszett rész, volt egy rév, egy ilyen brutális berévülés, amikor a nők, a lányok, az asszonyok beszabadulnak is. Elengedik a mulatságot, és akkor a férfiak fel sem mernek állni. Szóval aki látott már ilyet, és tapasztalt ilyet, az tudja, hogy ilyenkor nem szabad oda menni, le kell ülni, meg kell inni a kis röcskét, a kis borocskát. Igen, és akkor ott megvárjuk, hogy ők, ez az ő idejük, és ez nekem nagyon tetszett így visszagondolva. Egyre jobban tudtam beleilleszkedni ebbe a típusú gondolatvilágba. Itt is a végén volt egy ilyen kis conversation a nézőkkel egymás között, franciául. Nem éreztem annyira koherensnek ezt a részt, tehát én megbírtam volna nélküle is, de az biztos, hogy még amit kiemelnék, hogy maga a szenikai rész és az audio rész, tehát aki kezelte a technikát, szintén nagyon együtt élt a darabban. Szóval ez is nekem egy ilyen nagyon pozitív élmény volt, és akkor a harmadik volt a este, még beválasztottam egy ilyen este 10 óra 10 perckor egy darabot, egy ilyen táncszínházi performance, tehát ez ilyen igazából két táncos lány táncolta. A táncnak és a performance-nak egy ilyen egyvelege volt az egész történet, igazából elindult egy ilyen táncos darabként, és a vége egy ilyen nagyon depresszív performance-szá alakult át. Azt hiszem otthon ez eléggé, hát hogy mondjam, szerintem nem ülném meg a helyét azért, mert nem vagyunk rá felkészülve ezeknek a típusú daraboknak a befogadására. Én megpróbáltam nagyon nyitottan bejönni, és amúgy nagyon
pozitívan csalódtam saját magamban, nem is a darabban, hanem saját magamban, hogy igazából így visszagondolva el tudtam ereszteni, pont jó idő volt, ez szóval nem egy órás volt, hanem ez a fél órás történetben mondtak, egy gondolatot próbáltak átadni, és a végén beszélgetve az alkotókkal és a táncosokkal örültem magamnak, mert tulajdonképpen az jött le, amit ők szerettek volna, tehát egy olyan gondolatot ébresztettek bennem, amit ők is elképzeltek. Volt lehetőségem végül beszélgetni velük is, sőt még az elején is, mert ugye itt a legkisebb műhelyeknél az van, hogy ő csinálja a marketinget, itt sétálgatnak és közben szórólapoznak, utána ők adják el a jegyet, ő indítja el a zenét, indítja el a fényt, a végén ő takarít föl, tehát hogy egy ilyen teljes mértékben te csinálsz mindent, tessék, de itt is megy egy, szóval ez megy itt végig. És az volt a legérdekesebb, hogy ahogy beszélgettem a hölgyel nulláról, igen, nulláról beszélgetve a hölgyel, kiderült, hogy amúgy ő Magyarországon tanul, és a kedvenc tanult a táncvészeti főiskolán, és ott is dolgozik, mint táncos, és a kedvenc városa Budapest. Szóval ilyenekkel lehet találkozni. Ja.